8 színházi előadással és 18 filmmel neveztek be a vajdasági fiatalok a középiskolások szín- és filmművészeti vetélkedőjére. A résztvevők Zentáról, Adáról, Magyar Kanizsáról, Szabadkáról és Újvidékről hoztak filmeket és színdarabokat. A legtöbb előadás Szabadkáról érkezett, a legtöbb filmet pedig a Zentai Bolyai filmműhely készítette. A filmművészeti kategóriában bemutatott munkák terjedelme változó volt, az 5 percestől a közel fél órás filmekig. Jöttek az ötletek sorba, hogy mi legyen, hogy legyen, és találtunk szövegkönyveket, amit ugye teljesen átírtunk, és így jött az, hogy azt szerettük volna átadni, hogy az emberek irányítják egymást akaratosan vagy akaratlanul. És ez hogy nyilvánul meg a filmben? Hát minden jelenetben, ugye 4 jelenet van a filmben, és minden jelenetben van távirányító. Szóval mindegyikben valahol megjelenik. És a végén a jelenetnek van, hogy a fiú, ugye az a Bence, ő elveszíti az irányítást a saját élete fölött, hogy mindenkivel próbál mindenkit átjátszani, és végül ő marad egyedül. A plüss invázió, és egy ilyen horrorfilm feelinget kapott, és az a lényeg, hogy a gyerekek fantáziájában megelevenednek a plüss állatok, és hogy éjszaka megtámadják őket. Honnan jött ez az ötlet, illetve maga a történet? Hát így összeültünk, hogy táborba kellene valami filmet csinálni, és akkor valami rendhagyót szerettünk volna, és így ez lett a végén. Maga a forgatás az hogy nézett ki? Hát nagyon érdekes volt. Voltak ilyen kisebb malőrök, mivel hogy ez volt a legelső filmünk, de jól sikerült. Egy régi mesterségek sorozatnak egy újabb részével, a Cipésszel jöttem. Miről szól ez a film, illetve hogy néz ki a film, milyen elemeket tartalmaz? Egy zentai cipészt mutatunk be, hogy tulajdonképpen hogyan is készíti a cipőket, és a cím is ugye arra utal, hogy legyen egy jó lépése, tehát hogyha valaki tényleg valami jó cipő szeretne, és olyat, amiben jó is érzi magát, akkor ő hozzá menjen el. Mennyire volt nehéz megtalálni ezt az interjú alanyt, illetve magát a témát? Hát cipészek nem nagyon vannak, akik még régi módszerrel dolgoznak, mert akik a régi cipőket készítik. Ő ugyancsak dolgozik megrendeléssel, és úgy, ahogy ő elkezdte 40 év ezelőtt, úgy ma is folytatja. A középiskolások között voltak olyanok, akik többször is felléptek az adott színdarabbal, de akadtak olyan színészpalánták is, akik most mutatták be először nagy közönség előtt a darabot. Több előadásban is megjelent a mai fiatalok élete, szórakozási lehetőségei és problémái. A mi színdarabunknak a címe a Fekete Komédiás volt. Ez egy ilyen komédia, a jelenetekből összeállított ilyen kis komédiás darab volt. Hogyan állt össze ez a darab? Hát mi próbáltunk a kollégiumban nagyon sokat, és akkor próbáltuk úgy összehozni, hogy időre készek legyünk, és így. Mennyire sikerült úgy megcsinálni, hogy szeretitek volna? Hát szerintem többé-kevésbé úgy sikerült. Ahhoz képest, ahogy elindultunk, és ahogy nagyon sokan voltak betegek, és akkor ahhoz képest szerintem itt a végére elég jól sikerült. Ahhoz képest, amilyen kritikákat kaptunk, mi nagyon meg vagyunk elégedve magunkkal. Máshol is bemutattátok már ezt a darabot? Nem, ez volt itt az első, ez volt a premier, úgyhogy talán reméljük, hogy majd sikerül máshol is esetleg bemutatni, de ez volt az első. Az előadás téma az ő és mi, és a férfi és női párkapcsolatokról, és hát lényegében erről, a férfi és a nő közötti konfliktusokról, meg a párkapcsolatról. És te hogyan veszel részt ebben a darabban? Hát én egy férfi szerepet alakítok, aki, hát úgy mondani, hogy olyan nőcsábász, és hát szóval így mindenki összejátszik, és az a lényeg, hogy végül is valahogy megoldjuk a problémákat az előadásban. Mennyi ideje készültek ezzel a darabban? Hát ezzel a darabban már Újvidéken meg volt a bemutató, és 3,5 hónapot készítettük. Három és fél hónapot tartott a próba folyamat. Akkor gondolom nem izgultok, hogyha a színpadra kell állni? Hát mindig megvan az a kis izgalom, de hát nem annyira. Az After az lényegében a mai fiatalokról szól. Az én szerepem az úgymond jó kislány, aki nem fogyaszt alkoholt, nem drogozik, és ő ez a kicsit kívülálló egyéniség az egész előadásban. Hozzád mennyire áll közel ez a szerep?
Hát olyan is. Szóval én nagyon értem, hogy ő mit mond, hogy mit képvisel, de viszont nem mindig értek egyet vele. De amúgy tényleg egy nagyon, nagyon közel álló karakter. A többiek, a társaság hogy viszonyul hozzá? Egy kicsit kirekesztik, és ha lehet, akkor kicsúfolják, mert ugye nem ugyanolyan, mint ő, nem olvad bele teljesen a társaságba, de azért ott van velük, és hát úgymond szeretik. Strangers in the Night című előadást Brescianski Boros Rozália dramaturg írta, és ezt már egyszer a színjátszó csoport bemutatta, nem mi, egy idősebb generáció, és mi úgy gondoltuk, hogy egy kicsit húzunk belőle, de ez egy alkalmas darab arra, hogy mi ezt előadjuk, és jól meg tudjuk csinálni. Miről szól ez a darab? Igazából nagyon sokrétű ez az egész. Legfőképpen a társadalmi problémákról, nemi erőszak, nemek közti különbség, de mind gyerekek közt folyik. Drog problémák, alkohol problémák, és menekülés. Mindentől menekülés. Neked mi a szereped ebben a darabban? Én Démont játszok, aki egy drogos lány, aki szintén ebben az intézetben van, ahol játszódik ez az egész történet, és próbál kilábalni az egészből, de nem sikerül neki. A középiskolások szín- és filmművészeti vetélkedőjén a zsűri több kategóriában osztott ki díjakat a színművészeten belül. A legjobb előadás a Zentai Színtársulat Valahol Európában című darabja lett. A legjobb csapatmunkáért az Újvidéki Színes Szilánkok diákszínpad tagjait tüntették ki. A női szereplők megosztott díját Hajdú Sára, az Újvidéki Színes Szilánkok diákszínpad színésze, és Kőműves Noémi, a Szabadkai Középiskolások diákotthonának drámacsoportjában játszó színész érdemelte ki. A legjobb férfi szereplő díját szintén megosztottként hirdette ki a zsűri. Ezt az elismerést Gruik Bálint, a Zentai Színtársulat tagja, és Dévai Tibor, az Újvidéki Színes Szilánkok diákszínpad színésze tudhatta magáénak. Emellett 7 külön díjat is kiosztott a zsűri. A filmművészeti kategóriában a Bolyai Filmműhely tagjai aratták a legtöbb sikert, hiszen a legjobb filmet és a legjobb dokumentumfilmet is ők készítették, de a legjobb operatőr és a legjobb műhelydíját is a bolyaisok vihették haza. A zsűri ebben a kategóriában 2 külön díjat osztott ki.